Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Egy nagyon érdekes témával foglalkozunk. Néha azt gondolom, hogy méltatlanul háttérbe szorul a népművészet, aztán utána kiderül, hogy bizony érdemes ezzel foglalkozni, hiszen nagyszerű emberek vesznek bennünket körül, olyan emberek, akik foglalkoznak a hagyományokkal, megélik, nem őrzik, hiszen nem rab, mint tudjuk, nem ápolják, mert nem beteg, hanem megélik, és ezért is vettem a bátorságot, és invitáltalak meg. Szervusz, Sáringer Éva az én vendégem, magyar kézműves, remekdíjas bútorfestő, népművész. Örülök, hogy itt vagy velünk. Én is örülök, köszönöm a meghívást. A beszélgetésünk apropója, hogy megnyit egy kiállításod a Vörös Marti Társaságnál, előtte azonban már felkaptuk a fejünket, hiszen számtalan hírt olvashattunk arról, hogy nagyszerű eredményeket értél el, tehát a beadott pályázatokon jószerivel mindenütt eredményes és sikeres voltál, ami azt jelenti egy népművésznél, hogy hiteles is. Viszont ahhoz, hogy megértsük, hogy valaki miért választotta ezt a hivatást, mert ez már több, mint munka, mint szakmunka, sokkal inkább hivatásszerűen lehet olyan szinten gyakorolni, ahogy te teszed. És ezért ez nagyon-nagyon fontos, hogy megtudjuk, hogy honnét indult. Gondoltad volna 5 esztendővel ezelőtt, hogy egy elismert virágkötészettel foglalkoztál, hogy egy elismert népművész lesz mára belőled? Nem gondoltam volna. Először azt gondoltam, rajzolni sem tudok. A rajz még csak elmegy, de festeni aztán végképp nem tudok. Így gondoltam. Majd mégiscsak azért gondoltam, hogy láttam egy tükröt egy ismerősömnél, és az volt az első pont, amikor az vitt engem ebbe a szakkörbe. Ott megtanultam az alapokat, a színkeverést, a virágmotívumoknak a lehetőségeit, és igazából én innen indultam. Elkezdtem utána olvasgatni, tanulni ezzel kapcsolatban. A vargyasi bútorfestésről beszélünk. Ez erdélyi bútorfestés, és kimondottan székelyföldi. Volt mestered? Igen, volt. Radecki Jenőnének hívják, ő népi iparművész, és őtőle tanultam az alapokat. De én ehhez nagyon sok mindent tanultam még hozzá, mert azért ahhoz, hogy ebből egy kicsit több legyen, ahhoz sok-sok-sok hozzáolvasás, színek elemzése, internet bogászása kellett, hogy igazából én ebbe tényleg beletanuljak. Ugye a tiéd az életedben azért jelen volt a szimmetria, a harmónia, a színek ismerete. Igen. Tehát azért nem kellett olyan sok-sok kalauz neked, aha, de azért a bútorfestés mégis más. Hogy választottál például színeket és stílust? Kezdjük talán a stílusnál, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a bútorfestészetnek ahány ága van, az egyszerűen felsorolhatatlan. Hát én talán kislánykorom óta szeretem a népművészetet, tehát én voltam néptáncos, aztán énekes, népdalénekes, minden, ami ezzel kapcsolatos, engem mindig vonzott. Imádtam a Erdélybe menni, ott látni a tálakat, a szőtteseket, a terítőket, mindent. Tehát nagyon kedvelem. Tehát könnyű beleszerelmesedni, nyilvánvaló, és nagyon jó ezt továbbvinni. Igen. Amikor meglátsz egy bútort, akkor azonnal tudod, mert akkor majd a motívumokról, hogy melyik motívum rendszer illik hozzá? Ez kimondottan, sokféle tájegység van ugye Székelyföldön, és én kimondottan ezt az udvarhelyszéki, erdővidéki népművészetet, vagyis hát a festést tanultam meg. Mindig, minden tájegységen másképp néznek ki általában a virágok, tehát vannak különbségek. Ha valaki jobban belemélyed ebbe, akkor rájön, hogy hasonlóak a virágok, mert hát ugye mondjuk például rózsáról beszélünk, akkor többféle rózsa van. Valaki így festi, valaki úgy, de bizonyos tájegységeken egyformán festik az emberek. Nekem ez a vargyasi tetszett meg nagyon, és Kós Károlynak van egy könyve a vargyasi bútorfestésről, és én abból tanultam meg a motívumokat. Na most úgy kezdtem, hogy a kedvenc motívumaimat kiválasztottam, és azokkal kezdtem el dolgozni.
Igen, az alapok fontosak, és Kós Károly nem különben, ugyanakkor van egy egységes szabályrendszer. Hát eltérsz igen. tőle, vagy pedig mereven kell ragaszkodni? Aki igazán népművész, az nyilvánvaló, hogy kicsit hozzátesz a saját így tehetségéből, igaz. Meg a színvilágából, de azért az alapok ugyanazok. Igen, fontos. Én úgy gondolom, hogyha valaki tovább akar lépni, mint a hagyományok, ahhoz először meg kell tanulni a hagyományt. Tehát az alapokat alaposan, ott mindent tudni, hogy egy bokréta, egy csokor hogyan néz ki, miből indul, hogy bokájból indul, vagy kosárkából, vagy egy masniból indítok. Tehát ezeket a dolgokat alaposan meg kell tanulni ahhoz, hogy utána már én magam merjek változtatni. Most volt egy kis ágy, aminek a kiállításomon lehetett látni, aminek a kis végeit, vagyis hát a két borító részt, a két ágy véget, azt úgy találtam egy padláson. Most én azt felújítottam, de ugye nem volt neki oldala, meg fa szerkezet, ami összetartotta volna, úgyhogy én azokat elkészítettem hozzá, és ott úgy gondoltam, hogy talán itt megengedhetem magamnak azt, hogy nem teljesen azt a motivum. A motivumokat ugyanazt csinálom, csak másképp rajzoltam fel, mint ahogy eddig tanultam. Egy kis változtatást tettem. Beszéljünk a bútoroktól. Az ősi erdélyi bútorok használati tárgyak voltak egyik oldalról, függetlenül attól, hogy néha a tiszta szobába igen. úgymond be sem mentek, ugyanúgy volt, aha. mint nálunk. Viszont mostanság leginkább dísz. Ez a kettő megkülönbözteti nálad a feladatot? Tehát gondolok itt elsősorban arra, hogy dísznek vásárolnak bizonyos tárgyakat az emberek, főleg itthon Magyarországon mostanság, igen. viszont ezek nagyon is használati tárgyak voltak. Igen, régen használati tárgyak voltak, de én úgy próbálom ezt továbbadni, hogy most is beilleszthető legyen. Tehát régen volt egy sótartó, én most otthon például nem sótartónak használom, hanem a fürdőszobámba bevittem, és kis hajgumik, hajcsatokat tartok benne. Vagy ugye a tükör az eredet, azt nem lehet másra használni, mint tükörként, de hát az annyira gyönyörű, hogy az embernek az egy ékessége a lakásának az éke, hogyha berak egy szép tükröt, úgyhogy... Én bátran ajánlom mindenkinek, lakáskultúrában is székek, lehet látni. Szekrények, igen, asztalok, az igen, mind lehet mindent lehet, tehát. Persze. No, beszéljünk, hogy egy asztalos munka nagyon fontos, ugye? Míves asztalos munkák készültek, mert én azt gondolom, hogy én magam is tudom, hogy Székelyföldön jószerűen mindenki asztalos is. Így van. De azért vannak, akik valóban azok. Igen. És... azokat a bútorokat, amelyeket ők készítettek, nyugodtan rábízhatjuk magunkat ma is. Mennyit változott ez a technológiával? Hát szerintem sokat. Régebben ugye a farkasfogazást használták, ami annyit jelent, hogy így összeilleszkedett a fa a másik fával. Egy idő után, ugye ez, ahogy száradt össze, az úgy egyre jobban szorult egymáshoz, mondjuk egy ládának az oldala. Akkor most ragasztással csinálunk mindent, és úgy gondolom, hogy nem a legjobb. Tehát nem vízből találták azt ki úgy, ahogy van. Bár ők igazi fával dolgoztak ma, meg azért a műanyagtól elkezdve a pozdorjáig mindennel dolgoznak. Igen, az tehát már is átértünk egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen fából van az a bútor. Nyilván vannak olyan eszközök, amelyeket használunk, amihez azért komoly fa kell. Tehát mi készül tölgyből, fenyőből és így tovább, cseresznyefából, ne adj Isten. Azért az fontos a művésznek, hogy mire dolgozik? Nagyon szeretek másból is dolgozni, mint a fenyőfa, de mivel eredetileg a hagyományok szerint ugye erdővidék benne van a nevében, ott fenyőerdő volt. Tehát a lucfenyő és a fenyőfajták azok, amikkel dolgoztak, és én is azokkal dolgozom legfőképp. Mondhatnám, hogy az ára is megfelelő, mert ha mondjuk egy cseresznyefát vagy egy diófát mondok, az nagyon drága. Végre kell nézni körülbelül árban. Nagyon drága megvásárolni. Milyen előkészítést igényel? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy egy otthoni festés is előkészítést igényel a férfi ember részéről. De amikor ilyen míves munkák kerülnek elő, akkor igen. azért ez sokkal több. Nagyon fontos, hogy a felületet...
Hát először is ugye meg kell csiszolnom, mert fölállnak ezek a kis faszálak, és azt nekem simává kell tennem. Egy bizonyos alapozót rá kell vinnem a felületre, és utána ismét megcsiszolni, hogy egyre simább legyen, és szépen festhető legyen. Én nagyon szeretem, ha látszik az erezet, de például a hagyományok házában nem szeretik, ha látszik az erezet. Ugye zsűriztetni hordom a kis dolgaimat, és ott a zsűri az szereti, ha az a felület az teljesen sima, és nem látszanak a fa erezetei. Na most az alapozás után megcsiszoltam, újból jön egy szép alapszín, ami vagy ugye a kék szín, amit én nagyon kedvelek, vagy zöld, vagy egy ilyen vörösesebb árnyalat, és akkor arra festem a motivumaimat. Ugye a tehetség és a szorgalom nálad kézen fogva járt, és a sikerek sem kerültek el, ez nagyon-nagyon fontos. Most ennek tükrében ugyan már röviden beszéltünk róla, de egy bútorfestő kell, hogy a szabályok rabja legyen? Vagy választ kedve szerint más motivumrendszert is, és persze, hogy van kedvenc, de ha megkérnek, hogy valami mást, akkor megteszed? Persze, persze. Most például egy pincetáblát kellett festenem, és eredetileg még sosem készítettem szőlőmotívumot. Utána néztem, hogyan kell, hogy néz az ki, és én magamat hozzátéve kész lett a pincetábla szép, gyönyörű szőlőszálakkal. Egyébként most már az is igaz, hogy választasz, és választanak, mármint téged. Igen, igen. Mennyire népszerű mostanság? Te nyilván azért figyeled a népi bútorok gyűjtése, vagy egyáltalán azzal feldíszíteni lakásainkat, házainkat. Olvasok újságokat, tehát sok ilyen lakáskultúrás, meg egyéb újságot szoktam lapozgatni, és egyre feltűnőbb, hogy a modern vagy minimál stílushoz betesznek egy-egy színesebb darabot. Szerintem az emberek már unják ezt a nagyon fehér, nagyon steril környezetet, és ehhez egy kis színvilágot, egy kis virágozást becsempésznek. No, egy felsorás következik, hiszen a Láncos Szegfű Alapítvány ösztöndíjával egy könyv is készül ebből, igen. Erről majd később beszélünk, hiszen párod, lelked jobbik fele az én barátom, a Sáringer Károlyról van szó, és segít majd ennek a megírásában, hiszen remek tollal rendelkezik. Nos, hát egy Székely-Szentlélek, Vargyas, Kalota, Szent Király, Csernáton, Farkaslaka, Torockó, ez egy remek út mindenféle értelemben. A Vargyasba szerelmes, hogy azt tudjuk, azt elmondtad. De mi az, amit felkeltette a figyelmedet például Székely-Szentlélek? Ott volt egy olyan fajta bútorfestés, amire nem számítottam. Én úgy gondoltam, hogy a bútorfestés az arról szólt régen, hogy virágoztak. Tehát virágokat festettek a bútorra. Na most itt olyan meglepetés ért, hogy az egész faluban soha senkinek nem volt virágozott bútorfestő bútora, ami be van festve, hanem egy úgynevezett flóderezés hát dívott annak idején. Az annyit jelent, hogy minthogyha fa színűre festenék, és bizonyos új lenyomatok, meg szivacs daraboknak a huszkodásával jött ki ez a nagyon érdekes barnás, vöröses motívum. Hát úgy gondolom, hívhatom talán motívumnak, és olyan megdöbbentő volt, mert úgy gondoltam, talán ezt nem is biztos, hogy nekem fel kéne fedeznem. De aztán eszembe jutott, hogy végül is miért ne. Úgyhogy ez volt az első meglepetés, hogy oda vezettek egy idősebb hölgyhöz bennünket, aki az egész faluban ő készítette az ilyen flóderezett bútorokat, megtanulta a férjétől az asztalos munkát, és azóta is megrendelésre dolgozik. Igen, én tudom milyen egyébként, de azért nem kéne. Tehát maradjunk annyi, hogy a vargyasi minta, igen. Most erről esik szó, igen. Az jobb. De azért használni fogod? Én nem. Vagy én csak biztos, érdemes hogy tudni, nem. Hogy van tud, ilyen? Persze, nekem most a feltárás, ez volt a lényeg. Igazából az egyik legnagyobb kincs lett ez a flóderezés, mert Kalota Szent Király, ez kimondottan Kalota Szegi motivumokkal kellett volna, hogy találkozzak, és nem volt. És erre igen. Tehát ott a kaluteszegi motívum az nagyon-nagyon
jellegzetes és hasonló, mint a vargyasi. Nagyobb motivumokkal dolgoznak, de ránézek, és én körülbelül tudom, hogy ez az a vidék lehet. Tehát meg lehet így különböztetni a vidékeket, és mondom, nem futottunk össze virágozott bútorral. Csernáton. A Csernátonban gyakorta járok én magam is, hiszen a múzeumban évről évre, amíg ott van, ami nagyszerű idős barátunk, igen, aki mindent tud Haszmanék a világról, így van. Viszont a maga népművészet az is teljesen más, mint mondhatom, mint amit Székelyföldön általában megszoktunk. Igen, Haszman családról beszélünk, ott Haszman Gabriella kimondottan bútorfestéssel foglalkozik, és a Csernáton és környékének a bútorfestését tanulta meg, azt magas fokon műveli, és el is jutottunk most hozzá, és tanultam tőle. Tehát valamennyire a modernebb bútorfestésbe próbálkozik ő is, és hogy például hogyan lehet egy fenyőt lealapozni úgy, hogy utána ne folyjon el rajta a festék. Mert ha nincs valaminek egy alapja, tehát csak simán fenyőre dolgozom, akkor ilyen erezetekben elfolyik a festék, mert ugye vizes alapú festékről beszélünk. Tehát nem csak a szemnek szép, hanem a gyakorlatban is. Igen, gyakorlatban, igen, igen, meg kell tanulni, igen, egymástól. Hát a Pali bácsi, ahol az előadásokat tartja, ott számtalan ilyen, igen, tárgyal találkozunk, és az azt hiszem, hogy nagyszerű élmény. Farkaslak. A farkaslakáról mindenkinek Tamási Áron szülőháza jut eszébe adott esetben. Vagy leginkább a ma emberének, a 21. század emberének pedig a piac. Uh-huh. Viszont farkaslaka sokkal, de sokkal érdekesebb ennél. Nagyon érdekes volt, hogy ott nem találtunk bútort. Tehát festett bútort, hogy őszinte legyek, azt mondták, hogy a cigányok és a kereskedők kifosztották a falut. Nincsen fellelhető festett bútor. Egy darabot se láttunk, de annál szebb házakat tudtam, vagyis jobban mondva a Károly férjem fotózta a szebbnél szebb házakat, tornácokat, istálóajtókat, mindent, amit az utolsó pillanatban vagyunk. Egyszerűen lehet, hogy 5 év múlva visszamegyek, és már össze lesz dőlve az egész épület. Katasztrófa, hogy mennyire nincsen rá pénz, hogy ezeket valahogy megőrizzék. Igen, a nagyon. Tamási Áron szülőházhoz hasonló, így ott van abban az utcában számtalan. Számtalan, nagyon szép ház. Én is azt tapasztaltam, hogy egyre kevesebb, és ráadásul ugye a nagy árvíz volt, igen, 11 néhány esztendővel ezelőtt, és az sok ilyen régi házat elvitt. Igen, tönkretette őket. Torockó. Hát az volt a másik, igen, gyöngyszem. Az fent van a csúcson, hát, ugye? Hát csodás, így van. A környezet is egyszerűen fantasztikus, a másik pedig, hogy olyan fajta festés van ott, amit 1000 közül meg lehet ismerni. Tehát ott nem lehet összekeverni, hogy ez vargyasi, ez kalota, szentkirályi, mit tudom én. Nem, az annyira kis aranyos, jellegzetes, mai szemnek is nagyon tetsző, hogy ott sikerült egy családi múzeumba bemennünk, ahol jó sokat mértem, tehát ott megmértem egy asztalt, egy tékát, egy fali szekrényt más néven, és ládákat, tehát ott nagyon szép fotók készültek, mert annyira látványos és gyönyörűen van összerakva a kis múzeumuk, és ezt egy család felügyeli, akiknek a mama, aki végül is összegyűjtötte ezt a sok népi bútort, kiadta. Hát az a kérése, ha ő meghal, akkor vigye tovább a család ezt az egész gyűjteményt. Már bízunk benne, hogy így lesz. Jó lenne, igen. Klotz Miklós fotoművész barátunk is vásárolt egy házat Torockón, az így van berendezve. De jó. Jó hely. És nem véletlenül hagytam a végére vargyast, hiszen a vargyasi mintázatokat a fehérváriak is megcsodálhatták a Vörösmarty Társaság dísztermében a kiállításodon. Igen. Amiről már kell, hogy külön szó essék, mert hogy az egy csoda volt mindenkinek. Régen láttak ilyet, vagy talán nem is. No, hogy szerelmesedtél bele a vargyasi színekbe, motívumrendszerbe? Valahogy a sötétkék alapon mutat a legjobban a virág. A sok pici, apró, világoskék, piros, narancssárga, okkeres,
egyéb színek, tehát nekem annyira illik hozzá, és mégsem komor. Tehát az igaz, hogy sötétkék ez az alap, de olyan mesebeli lesz, úgy gondolom, a festés, hogyha kékre festek. Nekem igen, nagyon tetszik. Igen, megtapasztaltam. Milyen benyomások értek a kiállításon? Hát én eszméletlenül el voltam ájulva. Első kiállításom is majdnem 50 ember volt, vagy akár lehet, hogy 50 is volt, már nem tudtam számolni, és annyi kedves ember jött, akiket nem is ismerek, tehát a kiállítás kétharmada, látogatók kétharmada ismeretlen ember volt, és nagyon-nagyon jó volt a visszajelzés, nagyon tetszett. Ezt megerősíthetem mindenképpen. Igen. No, én Töviről hegyére végignéztem minden egyes alkalommal. Könyv. Ugye a Láncos Szegfőről készül egy tanulmánykötet. Mikor lesz kész, és hogy építitek fel? Pontosan ma kezdtük el a férjemmel, úgyhogy hát mindent leírunk, amit úgy gondolunk, és mivel én azt ígértem, hogy végülis ennek az útvonalnak, amit felsoroltál, annak a bemutatása, hogy melyik helységben milyen fontos dolgokat láttunk, és egy-egy fotóval illusztrálva, amit én például megméregettem, ugye, hogy mekkora egy szél, egy mennyasszonyi láda, perem, vagy hogyan van összeillesztve, erről fotók készültek, különböző lábakról készítettünk fotókat, mennyasszonyi láda lábakról, és vasalatokat fotóztunk, tehát különböző, hát mit tudom, hogy mondjuk, hogyan van összeállítva egy láda, arról készül egy kis szösszenet, vagy hogy milyen színű motívumok voltak, vagy volt egy olyan láda, például egy mennyasszonyi láda, amit most simán egy minimál stílusú lakásba én be tudnék tenni. Tehát jócskán meghaladta a korát, azt is lefotóztuk, arról is méreteim vannak. Érdeklődéssel várom. Viszont vár benneteket továbbra is, hát azért ugye Udvarhelyről beszéltünk, de hát ott van még Háromszék, Csík, Küküllő, hadd ne soroljam. Azt hiszem, hogy egy csodapillanatok lesznek, mert hogy ezt ugye jól gondolom, hogy nem lehet abba hagyni. Nem lehet abba hagyni, szeretnénk visszajutni minél előbb, hazajönni se akartunk, de sajnos kénytelenek voltunk, és szeretnénk folytatni. Tehát annyira kevés az írásbeli tudnivaló erről, tehát kevés a könyv, kevés, amihez egy bútorfestő hozzányúlhat, megnézheti a színeket, hogy igazából nem csak azt, amit az interneten látunk, mert ott jól meg kell szűrni azt, amit lát az ember, mert nem minden jó, amit fent találunk képeket, és én úgy gondolom, hogy ez ilyen hiánypótlás lenne ez a könyv. De hát az elhivatottság, a tapasztalat, az bizonyosan sokat segít. Igen. És most hogyan tovább? Most igazából én a karácsonyi vásárra szeretnék készülni, vagyis hát készülök is, meg már félig meddig készen vagyok, úgyhogy valószínűleg a Jancsárkertben megtalálnak majd, akik keresnek. Nagyon szép dolgokkal megyek ki, és picikét már modernebb stílust is viszek. Tehát nem csak ez a nagyon kék, hanem natur alapra is festek, akkor sötét bordó, fehér, vajszín díszítéssel, nagyon, nagyon kellemes hangulatot. Igen, mert a vargyas kép hiába szép, néhány lakásban nem illik. Persze, azért igen, meg. Igen. No, hát akkor én ehhez kívánok. Köszönöm. Jó egészséget. Én azt gondolom, hogy ihlet az lesz mindig. Igen. És köszönjük neked, én azt mondom, amit már elmondtam, de azért megismétlem, hogy ez egy nagy tanúságtétel volt a Vörösmarty Társaságban, mert én azt gondolom, hogy most bebizonyosodott, hogy igenis van helye és szerepe a Rácz utcán kívül is, bárhol másutt. Igen. A népművészetnek, a bútorfestésnek. Jó, további sok-sok sikert kívánok, érdeklődéssel várjuk a könyveteket, és hát boldogságot. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Sáringer Éva volt,
aki egy csodálatos bútor remekek sorozatával jelentkezett a Vörösmarty Társaság kiállításánál, és bízunk benne, hogy nem ez volt az utolsó tárlata. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!